Ma este elkezdi főtáblás szereplését a Ferencváros labdarúgó csapata az Európa Ligában. A zöld-fehér alakulat ezzel zsinórban hatodszorra is ott lesz valamely európai kupasorozat főtábláján. Az átalakult rendszerű lebonyolításban a magyar bajnok 8 meccset játszik majd az alapszakaszban. Az első ellenfél az a belga Anderlecht lesz, amelyről szép emlékei vannak a magyar bajnok szurkolóinak. 1995-ben az akkor 16 csapattal induló bajnokok ligája főtáblájára jutáshoz az Anderlecht jelentette az utolsó akadályt a Ferencváros előtt. Az oda-visszavágós párharc első mérkőzésén Zorán Kuntics góljával 1-0-ra nyert a Fradi Belgiumban. A hazai visszavágón elért 1-1 után pedig 2-1-es összesítése jutott be a főtáblára, ahol felejthetetlen ősz produkálva tette sokáig emlékezetessé az 1995-ös évet a csapat. Vince Otto fiatal játékosként volt az akkori csapat tagja. Anderlecht belga bajnok volt, mi pedig magyar bajnokként indultunk, és előzetesen annyira nem örültünk emlékeim szerint az Anderlechtnek, hiszen azért az Anderlecht európai szinten a sikereit, a történelmét figyelembe véve meghatározó nagy klubnak számított. Tehát nem mi voltunk úgymond az esélyesei ennek a párharcnak. Viszont amikor kimentünk, és az első mérkőzést 1-0-ra megnyertük egy kontrának köszönhetően, akkor utána mindenki elhitte, sőt már ugye nyilván a mérkőzés előtt is, hogy van lehetőség arra, hogy ezt a párharcot megnyerjük, illetve hogy tovább lépjünk az Anderlechten. A Fradi azóta sok mindenen keresztül ment. A csapat eltöltött 3 évet a másodosztályban, majd Főnixként újraéledve Hamvaiból 2016 óta 7 bajnoki címet tett hozzá az eddigiekhez, és a magyar futball legerősebb csapatává vált. Az elmúlt 6 évben zsinórban sikerült valamely európai kupasorozat főtáblájára bejutnia. Ezek közül kiemelkedik a 2020-21-es szezon, ahol a legrangosabb sorozatban a Barcelona és a Juventus is ellátogatott az Üllői úti stadionba. Hajdú Attila, az 1995-ös BL csapat kapusa szerint az Európa Liga tökéletes fejlődési lehetőség a klub számára. Szerintem a klub és a fejlődés szempontjában annak mindenféleképpen nagyobb jelentősége van, hogyha most az Európa Ligában, ahogy mondtad, fel tudja venni jobban a versenyt ezekkel a csapatokkal, így nagyobb esélye van pontokat szerezni, mint esetlegesen egy BL csoportban egy asszisztens szerepét, vagy asszisztáló szerepet betölteni. Azt gondolom, hogy ez a fejlődés szempontjából mindenféleképpen jobb. Az UEFA a jelenlegi szezontól jelentős változásokat eszközölt a nemzetközi kupák lebonyolítási rendszerében. Az eddigi 32 csapat helyett 36-ra bővítette a létszámot, megszüntette a csoportrendszert és minden csapatot egy nagy tabellára tett. Az alapszakaszban 8 mérkőzést játszanak a csapatok. Az így kialakult eredmények után a tabella első 8 csapata automatikusan továbbjut az egyenes kieséses szakaszba. A 9-től a 24. helyig végző csapatok pedig rájátszást játszanak, amelynek a győzteseivel kiegészülve folytatja a legjobb 16 csapat az eddig már megszokott rendszerben tavasszal. Nagyon nagy várakozásaim vannak ezzel a kiírással kapcsolatban, és bízom abban, hogy a Fradi azt jól fogja meglépni. A keret elég erős, nyilván a mutatott játék még nem volt olyan, vagy nem teljes mértékben volt lehengerlő, tehát az edző is új, egy teljesen új kultúrával ismerkedik az edző is, meg a játékosok is, vice versa. Úgyhogy például, ha nemzetközi szintre beszélünk, akkor ez a 8 mérkőzés például egy nagyon jó lehetőség lehet arra, hogy az edző, játékosok, mindenki összeszokjon, és hogy valójában megnézzék azt, hogy mire is képesek. A belga csapat múlt héten edzőváltáson esett át, amely akár szerencsés is lehet a magyar bajnok számára. David Hubert kinevezése átmeneti. Egy kevéssé meggyőző 0-0 volt az első meccse otthon, így 5 csapat van a tabellán az Anderlecht előtt. Ez alapján bizakodhat a Fradi. Más kérdés, hogy Pascal Janssennel a válogatott szünet előtt rossz játékkal szerepelt eredményesen a csapat. Hát ha a 3 hetes szusszanás elég volt a feltöltődésre, a helyzet átértékelésére, a holland edző által kigondolt játék további gyakorlására. Az egykori BL csapat legendái bizakodóak. Én azt gondolom, hogy említettem az elmúlt éveket, amikor a Fradi megmutatta, hogy bárhol, bármire képes, és nem is csak feltétlenül az Üllői út támogatásával, tehát a nézők támogatásával, hanem
idegenben a nézők támogatásával, mert mint tudjuk, a Ferencváros szurkolói nagy számban elkísérik a csapatot mindig, tehát azt gondolom, hogy ez ebbe a meccsbe benne van minden, hát hogyha most nekem, most ha tippelnem kéne, akkor én egy 2-1-es Fradi győzelmet tippelnék. A Ferencváros ellenfele lesz még az Európa Ligában az angol Tottenham, a francia Nice, az ukrán Dinamo Kijev, a svéd Malmö, a görög PAOK, a német Frankfurt és a holland AZ Alkmaar. A ma esti nyitánya az Anderlecht ellen 21 órakor kezdődik.